Önök az MPN Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Az önkormányzat is támogatja a végadói templom felújítását. A hétvégi ügyeletről tanácskoztak a sátoraljóhelyi képviselők. Újabb vízterületet kaptak a pataki horgászok. Sárospatakváros önkormányzata 1 millió forinttal segíti a végadói görögkatolikus templom felújítását. A korábbiakban már beszámoltunk arról, hogy az eddig rendelkezésre álló összeg csak arra volt elegendő, hogy az északi és a szentély mögötti falat helyreállítsa az egyházközség. A felújítás folytatására adott támogatást most a város. 1790-ben épült Végardó kőtemploma, amely azóta is a görögkatolikus híveket szolgálja. A közelmúltban kezdődött meg a homlokzat felújítása. Azonban a rendelkezésre álló összegből eddig csak az északi, illetve a szentély mögötti falat sikerült helyreállítani. Mivel az északi homlokzat nagyon leromlott a szentély kör homlokzatával együtt, és ott sajnos repedések is megjelentek. Nos, hát ezért ennyi pénzünk van, tehát az arra van lehetőségünk, hogy az északi falat és a szentély falát megcsináltassuk. A munkálatok folytatásához további forrásokra volt szükség. Annak érdekében, hogy a felújítás itt ne érjen véget, és a teljes templom külső falfelülete megújuljon, Sárospatakváros önkormányzata 1 millió forint támogatást biztosított az egyházközség számára. Sárospatak önkormányzata most már több mint 10 éve rendszeresen minden évben a költségvetésében egy elkülönített összeget biztosít a három tradicionális egyház Sárospatakon lévő egyház szervezete részére, úgynevezett hitéleti támogatás formájában, és gyakran élünk azzal a lehetőséggel is, hogy valami olyan felújításhoz, amely a városjavát szolgálja, és hozzájárulunk még külön ezen az összegen kívül. Így volt például a Római Katolikus Egyháznál a tavalyi évben 1 millió forintot biztosítottunk a kerítés, a hátsó kerítésnek, a temetőkerítésnek a felújításához, a Református Egyháznál szintén a templomkerítés felújításához biztosítottunk, most pedig örömmel teljesítettük azt a kérést, amely a legutóbbi testületülésen érkezett hozzánk Parókus úrtól, illetve a területnek az önkormányzati képviselőjétől, Egyed Attila képviselő úrtól, mely szerint hozzákezdtek a gyönyörű görögkatolikus templom felújításához itt Végardóváros részben, ám a rendelkezésre álló összegből még hiányzott 1 millió forint, hát azt a csúfságot nem szerettük volna mi sem, hogy a fele meglegyen csinálva, föl legyen újítva, a másik fele pedig úgy marad, és majd ha lesz rá pénz, akkor. Úgyhogy a kérést egyhangulag támogatta mind a bizottság, mind pedig a képviselőtestület, tehát a hiányzó 1 millió forintot rendelkezésre fogja bocsájtani Sárospatakváros önkormányzata. A város vezetője azt is hozzátette, hogy ilyen formában szeretnének köszönetet mondani valamennyi történelmi egyháznak, amelyek Sárospatakon találhatóak, azért a sokszínű hitéleti tevékenységért, amelyet az itt élők érdekében végeznek. A Sátoraljóhelyi Városi Ügyelet éves beszámolóját hallgatta meg a képviselőtestület. A beszámoló kapcsán kiderült, az ügyeleti ellátást vállaló cég továbbra sem tudja elérni, hogy a városban dolgozó háziorvosok, gyermekháziorvosok is részt vegyenek a rendelési időn túli munkában. A 11 megkeresett orvosból 3 vállalta ezt. A vállalkozásnak még van szerződése a várossal, így biztosítja az orvosokat, de ha hamarosan lejáró szerződését nem tudják meghosszabbítani, nem indulnak a közbeszerzési eljáráson, úgy alapellátásként a városnak kell ezt a feladatot ellátni, így a házi orvosok szerződése szerint kötelesek lesznek ügyeletet vállalni, hangzott el a testületülésen. Sátoraljóújhelyen 2016-ban több mint 5300 ember kereste fel az orvosi ügyeletet. A városon kívül Alsó és Felső-Bereckiben élők is itt veszik igénybe a szolgáltatást. A közelmúltban az ellátásokat végző Morov Medical ZRT számolt be a testület előtt munkájukról. A beszámolóból kiderült, a városban dolgozó házi orvosokat is megkérték, csatlakozzanak hozzájuk és segítsék az ügyeleti ellátást. Jelen pillanatban a 11-ből 3, aki dolgozik az ügyeleti rendszerben. 4 elutasította az ajánlatot, ebből 1 nyugdíjra hivatkozással, 3 pedig határozotta, hogy nincs, vagy nem szándékozik ügyelni, és 4 orvos van, aki meg
se levélre, se e-mailre, se telefonra nem válaszol a holnapig. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közügy című műsorunkban kifejtette, az orvosi ügyelet ellátása önkormányzati alapfeladat. Az ERT megbízásával váltották ki eddig ezt a munkát, de ha nem indul a cég az új közbeszerzési eljárásban, akkor ezt a feladatot a házi orvosokkal kell ellátatniuk. Akkor ismételten Sátoraljaújhely város önkormányzatának kell majd a központi orvosi ügyeletet is működtetni, és oda a hónap minden napjára ügyeletes orvost biztosítani. Miután a gyerekorvosoknak és a felnőtt házi orvosoknak a területi ellátási kötelezettségről szóló szerződésben szerepel, hogy kötelesek a központi orvosi ügyeletbe feladatot vállalni, illetve átügyelni, akkor még inkább bevonásra kerülnek. A testület korábban egy kedvezményről is döntött, amelyet azon orvosok kaphatnak meg, akik részt vállalnak a hétvégi és ünnepnapi ügyeletben. Aki részt vesz az ügyeletben, annak a helyi iparűzési adóját elengedje. Ez egy tisztes ajánlat volt, én azt gondolom. Az ő számukra is többletbevételt vagy megtakarítást jelent, és a mi számunkra, illetve a cég számára pedig egy stabil, biztonságos működést az ügyelet szempontjából. Hát ehhez képest nem történt meg a kapcsolatfölvétel, illetve mint látható összesen hárman foglalkoznak ügyeleti munkával. És bizony, ahogy elhangzott, ez alapesetben a házi orvosok alapkötelessége lenne, vagy lesz, hogyha úgy alakul az élet. A testület elfogadta az ERT beszámolóját, valamint egy levél megírására kérték meg az alpolgármestert, amelyben a házi orvosokat tájékoztatják a cég és a város kéréséről. Harmadik alkalommal adták át a tokai borvidéken a Takács András emlékdíjat, amelyhez kapcsolódóan egy világörökségi szakmai napot is tartottak. A díjat alapító borvidék Tokaj-Hegyalja Társaság a Tokaj-Hegyaljai Világörökségi Gondnokság közreműködésével azt akarja elérni, hogy megvalósuljon a borvidéki világörökségi értékek megőrzése, fejlesztése, együttműködésekkel erősítsék a helyi közösségeket. A jelölés során azt veszik figyelembe, hogy olyan személy vagy közösség kapja az elismerést, aki a legtöbbet tette adott évben a világörökségi értékek megőrzéséért, illetve fejlesztéséért. Harmadik alkalommal adták át a Takács András emlékdíjat a Tokai Világörökségi Szakmai Nap keretében. A díjat alapító Borvidék Tokaj-Hegyalja Társaság vezetője azt mondja, a 2012-ben elhunyt Takács András olyan ember volt, aki egységé kovácsolta a Borvidék szereplőit és felnyitotta az emberek szemét, milyen értékek rejlenek a világörökségben. Gondolatisága az alapja a napjainkban is zajló megújulási folyamatnak a Borvidéken. Molnár Péter azt is mondta, igyekeznek olyanok munkásságát elismerni, akik példát mutatnak mindenki számára. Idén a Tokaj-Hegyalja piacszervezői díjazták. Ők egy olyan közösséget formálnak minden hónap második vasárnapján, amikor az emberek ugye laza környezetben, de magas minőséget tudnak kapni. Sokan vettünk más részt nyilván a Tokaj-Hegyalja piacon, és láthatjuk azt, hogy a szervezők nagy gondossággal figyelnek arra, hogy a minőségi szintet maximálisan tartsák, olyan kiállítókat, vásározókat hívnak, akik ezt a szintet képviselik, és mindenképpen egy fórum tulajdonképpen, ahol az emberek tudnak találkozni. A piacot a kezdetektől társadalmi munkában szervezik a hegyaljai asszonyok, mint az 55 eddigi alkalmat az ő lelkesedésük eredményezte. A tokai bor minőségéhez passzoló termelői és kézműves termékeket szeretnénk itt megjeleníteni. Tehát aki jelentkezik, nem feltétlenül kerül ide a Tokaj-Hegyalja piacra, hanem mi szervezők azt úgymond megszűrjük, hogy a vásárló biztos, hogy azzal a minőséget találkozzon, amit mi szeretnénk, hogy Tokaj-Hegyalja jelentsen. A helyi termékek piacának igényét elsőként fogalmazták meg, így viszont a hatósági eljárások és engedélyek sem a kitaposott ösvény könnyedségével érkeztek meg. Nehéz volt tulajdonképpen a hivatalokkal és az önkormányzatok állategészségügy, tehát a szervezői oldalról
amiatt, hogy ez tulajdonképpen maga a helyi termelői piac, ez akkor formálódott, mint fogalom. A piac sikerét az is jelzi, hogy végletekig lehet sorolni az ott kapható kézműves és házi termékek sorát. Feldolgozott élelmiszer, feldolgozatlan élelmiszer, lekvárok, szörpök, mangalica termékek, haltermékek, emú, igen, zöldség, gyümölcs, és kézműves termékek, tehát kézműves dolgok, tehát csipke, meg cserép, tűzománc. Tehát a teljesség igénye nélkül azt hiszem, hogy ezek mind beleférnek. A szervezők munkáját nélkülözhetetlennek és példaértékűnek nevezte a megyei kormánybiztos. És a legfontosabb dolgot csinálják, amit a borvidéken kell, a közösségépítést. Tehát ahhoz, hogy mi jól érezzük magunkat, jó hangulatban dolgozzunk, értékesíteni tudjunk a borokat, jó helyi közösségre van szükség. Közösségépítésük alapján megérdemelték és nagyon jó helyre került a díj. Ezúton gratulálok a hölgyeknek. A piacon nem csak vásárolni és beszélgetni lehet, minden alkalommal kulturális programokat is szerveznek, és már Sopron térségéből is vannak visszatérő vendégeik. Nem elegendő a bor, hanem a bor mellé olyan programokat kell letenni, ami idehozza a turistákat. Tehát hiába vagyunk mi Tokaj-hegyalja világörökség, hogyha ezt kevesen tudják. Hiába vagyunk világörökség, olyan értékekkel rendelkezők, ha ezt nem tudjuk kellőképpen bemutatni. Tehát itt mutatkozik meg igazán a civileknek az erőssége. A Borvidék Tokaj-hegyalja Társaság, valamint a Tokaj-hegyaljai Világörökségi Gondnokság vezetői arról is beszéltek a világörökségi szakmai napon, legfőbb céljuk továbbra is a világörökségi értékek mentén megvalósuló, helyi igényekre épülő vidékfejlesztés megvalósítása. Pár hónap alatt szinte megduplázódott a Bodrogbenti Sporthorgász Egyesület által kezelt vízfelület nagysága. A sárospataki képviselők döntése alapján a gazos, valamint a téglagyárító is az Egyesület kezelésébe került. Pingor Zsolt azt mondta, az elnökség és a közgyűlés a napokban dönt majd az új területek horgászatával és üzemgazdálkodási tervével kapcsolatban. Egyre csak bővül a sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület által kezelt vízfelületek nagysága. Nemrég számoltunk be róla, hogy a kertek aljában növekedett a tagság által használható vizek területe, míg március 31-én két újabb tó kezelését nyerték el. Mint ismert, a sárospataki önkormányzat az elmúlt éven vásárolt építési telkeket Kispatakon, amelyekhez két tó is kapcsolódik. Ezek használatára és kezelésére nyújtott be korábban kérelmet az Egyesület, amelyet a képviselő testület tavasz végén hagyott jóvá. Novembertől indult egy ilyen folyamat, amiben a halászati jogbejegyzése, majd művelési ágazatváltások voltak benne, és most tavasszal realizálódott ez a helyzet, és nagyon örülünk neki, hogy a képviselőtestület bizalmat szavazott nekünk, és a Berek és a Csepel tó mellé ezt a két tavat is megkaptuk. A halgazdálkodási jog komoly feladatokat is támaszt a horgászok felé, hiszen halfaj kihelyezésre és üzemgazdálkodási terv elkészítésére is kötelezi őket az előírás. Új területi jegyek bevezetésére is szükség van, de a halőrök számára is lesz bőven feladat. A munka nem könnyű, de örömteli, hiszen a mintegy 360 fős tagság számára egyre több horgászati lehetőséget tudnak biztosítani. A teljes vízállományunk eddig, tehát a Csepel tó és a Berek tekintetében durván 30 hektár körül volt. Ugye ebből 6,9 hektárt nem is horgáztunk, hiszen ez horgászattól elzárt úgynevezett kíméleti terület a Karajzárótól a Viola utcáig. Tehát ha most ezt levesszük bele, ezt a 7 hektárt, akkor azt mondom, hogy durván 34 vagy 24 hektár körül volt a teljes vízterületünk. Ehhez most jelen pillanatban 16 hektárra bővült az Egyesületnek a vízkészlete. Tehát én úgy gondolom, hogy a horgászok örülhetnek neki, és tényleg most már azt gondolom, hogy válogathatnak, hogy a sok víz közül éppen mikor, melyikre mennek horgászni. Az elnök azt is elmondta, az áprilisi közgyűlésen hagyják majd jóvá a tagok, hogy milyen feltételek és díjazás mentén lesz horgászható a gazos, valamint a téglagyárító. Regionális angol versenyt szerveztek a Sátoraljaújhelyi Katolikus Általános Iskolában. Két korosztályban 25 csapat jelentkezett a versenyre, ahol írásbeli és szóbeli fordulón vetélkedtek a gyerekek. Az idei téma a környezetvédelem volt, így a gyerekek a föld és a közvetlen természeti környezetük megvédéséből készültek angol nyelven. Régen milyen szép volt és csodálatos a világ, most meg már gyárak, meg minden szennyezett.
erdőkiirtások, meg hogy ilyen szmogok. A fajokat is. Még magyarul is nehéz elmondani, mit jelent számunkra a környezetvédelem, mit szeretnénk kiemelni belőle, mindez pedig angol nyelven általános iskoláskorban különösen kihívás. Ám az, hogy nem lehetetlen, azt mutatja, hogy nem csak az imént szereplő EGRI lánycsapat, de Adácstól Sárospatakig 25 csapat jelentkezett a Sátoraljaújhelyi Katolikus Általános Iskola angol nyelvi versenyére. Ez nem könnyű téma, de természetesen megjelenik a diákoknak a kurzus könyvében is ez a téma, attól függően, hogy milyen korosztályhoz tartoznak, természetesen a nehézségi foka más, de én úgy gondolom, hogy hozzá kellett tanulni, hozzá kellett olvasni, hiszen ennek a versenyünknek az eredeti címe ugye a Bookworms, a könyvmolyok, tehát ez azt jelenti, hogy igenis olvasni, sokat keresgélni hozzá, tehát úgy gondolom, hogy sokat foglalkoztak ezzel a témával. A gyerekek először egy játékosan összeállított tesztet töltöttek ki természet és állatvédelem, környezet és hulladékgazdálkodás témakörében, majd saját prezentációval mutatkoztak be, két korcsoportban versenyeztek angol nyelvtanári zsűri előtt. Magyarul írtuk meg a szöveget, és aztán lefordítottuk angolra, és ezt megtanultuk, és még kerestünk magáról a környezetvédelemről is szavakat. A 25 csapatból mindkét korcsoportban az első három legjobban díjazta a zsűri. Az országos tendencia, ami régiónkra is igaz, hogy a rendszeres véradók átlag életkora egyre öregszik. Éppen ezért van egyre nagyobb szerepe az iskolai szervezett véradásoknak, ahol a diákok megtapasztalják, hogy donornak lenni egyszerre könnyű és nagyszerű feladat. A Trefort Ágoston szakközépiskolában évente kétszer szerveznek véradást, ahol átlagban 30-40 fiatal ad vért. A Magyar Vöröskereszt nem csak intézményekben, munkahelyeken, településeken szervez véradást, de iskolákban is. A felsőfokú intézmények között már versenyt is szerveztek, ki tud több donort beszervezni a jó ügynek. A középiskolákban a 18. életévüket betöltött diákokat keresik meg. A Trefort Ágoston szakközépiskolában a tanárok is nyitottak a kezdeményezésre, és szívesen segítenek a szervezésben. Minden éven szervezünk véradást, egy tanévben kétszer. Úgyhogy diákjaink már hozzá vannak ehhez szokva. Nagyon sok diákunk alig várja, hogy betöltse a 18 évet, és mivel rendszeresen egészségheteket szervezünk, ezért tisztában vannak azzal is, hogy mennyire fontos a véradás és hogy miért. Az elmúlt két évtizedben átlagosan 6 évvel öregedtek a Vöröskereszt rendszeres véradói, ahogyan a társadalom, úgy a donorok életfája is egyre magasabb. Ennek megváltoztatására számos kampányt indítottak országszerte, és még nagyobb hangsúlyt fektetnek az iskolai véradásokra. Fontos feladatunk a 18. életévet betöltött fiataloknak a megnyerése, hiszen sajnos a véradóknak a korfája öregszik, 65 éves koré lehet valaki véradó, és az utánpótlás, a stabil véradó bázis meg kell teremteni, hiszen a vér semmi mással nem pótolható, ember-ember adhatnak vért. Amikor egy családban nagy a baj, és olyan vérre van szükség, amelyből nagyobb az esély a hiányra, irányított véradásra kérik fel az ismerősöket még műtét előtt. Ez azt jelenti, hogy a véradó szervezőknél a donorok jelzik, melyik beteg javára adnak vért, és akiknek egyezik a vércsoportja, garantálják, hogy a beteg megkapja a vérkészítményt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Az önkormányzat is támogatja a végadói templom felújítását. A hétvégi ügyeletről tanácskoztak a sátoraljaújhelyi képviselők. Újabb vízterületet kaptak a pataki horgászok. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, holnap este megyei híradóval, vasárnap este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a héten történtel jelentkezünk. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen kellemes a hétvégéjük. Viszontlátásra!